Dunaföldvár a Takarékszövetkezeti Bankrendszer szülőanyja. 1956. októberében itt jött létre az ország első takarékszövetkezeti fiókja. Mára a Dunaföldvári a Hungária Takarék összeolvadása után az egyik kiemelt fiók. A Hungária Takarék 78 milliárd forinttal ma Tolna megye második legnagyobb mérlegfőösszegű vállalkozása a Paksi Atomerőmű után. Jelenleg 8,3 milliárd forintos saját tőkével rendelkezik, mely megfelelő alap arra, Paks 2-ben résztvevő vállalkozások számára is megfelelő kondíciókat biztosítson. Nekünk a céljaink egybeesnek itt a munktörekvésével, mi is fogjuk azokat a formákat keresni, akár a bankokkal együttműködve, hogy hogyan tudjuk a segítséget megadni arra, hogy megfelelő kezdő tőkével tudjon egy vállalkozás rendelkezni, illetve az erőműbe bármit beszállított, hogy a jó teljesítési garancia értéke is jelentős ideig lehet bent, ezt is finanszírozni kell. Tehát mi mindenféleképpen örülünk a bankok erősödésének. A város lakosságának ellátása mellett kiemelten fontos a takarék számára a mezőgazdaság szakszerű és hatékony támogatása, mondta Gáspár Csaba ügyvezető igazgató. Sikerült az egyesülésekkel azokat a különbségeket megszüntetni, ami takarékszövetkezete és takarékszövetkezetet jellemzett. Ez ma már ilyenről nem beszélünk. Sikerült egy olyan tőkeerőre szert tennünk, aminek következtében, és ez most lehet, hogy meglepő, amit mondok, de akár a rendkívüli volumenű paksi erőmű beruházáshoz kötődő helyi szintű sok milliárdos igényeket is ma már minden további nélkül tudja a helyi takarékszövetkezet, a Hungária kezelni. A hosszú együttműködés a bizalmon alapul, fejtette ki a település polgármestere. Az ember egyszer valahova oda kerül, megelégedett, nem jön el. Utána kialakul a személyes bizalom is ebbe az egész dologban, és úgy gondolja, hogy a személyes kapcsolat és az egész ügyvitelben, hogy a megbízhatóság és a mindig pontos teljesítés az végül megpecsételi azt a sorsot, hogy összezárja a két ügyfelet ebben a dologban. A megújult bankfiók a régió vezetés székhelye is, emellett 20 banki szakembernek ad munkát.